És most jön egy film az igazi barátságról itt a Heti Naplóban. Sok mindent mondhatnék, film az élni akarásról, vagy a lehetetlenről, de engem, ami a legjobban megfogott ebben a történetben, az egyértelműen a barátság ereje. Tartsanak velünk most a következő 25 percben, egy olyan missziót látnak most, amilyet szerintem még soha nem láthattak. Szeretnék önöknek 7 embert bemutatni, akikkel 5 napot töltöttem el, és akikre most nagyon felnézek. Andris, aki nélkül nem valósulhatott volna meg semmi. A főszervező, a főnök és a csapatkapitány egy személyben. Táblázatok tucatjait szerkesztette, hogy aztán a végén minden a helyére kerüljön. Főállásban a kispesti uszoda vezetője. Adri, a csapat tyúkanyója, bármennyire is óckodik ettől a szótól. Az út során mindig megérezte, ha valakinek szüksége volt egy támogató simogatásra, vagy egy jó szóra. 19 évig légiutas kísérőként dolgozott a Malévnál. A légitársaság csődje óta irodai munkát végez. Levi, a mókamester, aki humorával bármikor képes volt oldani a feszültséget. Sikeres vállalkozó, Magyarország vezető paintball szakembere. Dávid, egy jó testvér, aki a bajban és a testvére mellett áll. HRS, egy piacvezető biztosítónál. Petike, csak így szólítják a többiek. Ő volt a pakolómester. A legfiatalabb a csapatban, 23 éves. 18 éves kora óta vendéglátásban dolgozik. És Timi, szintén vendéglátós, üzletvezető helyettes, de másfél évvel ezelőtt fenekestül felfordult az élete. Erről majd később. Képzeljék, ebben a társaságban 5 nap erejéig mindenki hátrahagyta eddigi munkáját, hogy egy egészen más munkakörben bizonyítson. Ezek a srácok, lányok saját magukat képezték ki amatőr intenzív osztályos ápolónak. Mindezt legjobb barátjukért. Érte, Dezsőért, filmen főszereplőjéért, aki az egész csapatot eddig mindig és most is összefogja. Az 50 éves férfit tavaly áprilisban egy halálos betegséggel diagnosztizálták. Azóta sokat romlott az állapota, és nem tudni, mennyi ideje van még hátra. Ő mégis ezt az egész állapotot számomra felfoghatatlanul pozitívan kezeli. Jusson eszükbe ez a mondatom majd később. Dezső a diagnózis után bakancslistát írt, melyen egy olyan kívánság szerepelt, amire sokan azt mondták, hogy ezt ebben az állapotban lehetetlen megvalósítani. Ki akart utazni Stuttgartba a foci EB-re, hogy a lelátón szurkolhasson a magyar válogatottnak. Mit fog skandálni? Dezső még otthon megérezte, hogy mi fogunk nyerni a skótok ellen vívott meccsben. Igaz, a gólt végül nem Gazdag Dani rúgta, hanem Csobot Kevin a 100. percben. A nagy öröm után szerda este viszont kiderült, hogy sajnos ez kevés volt a továbbjutáshoz. De se baj, ez a film egyáltalán nem a fociról szól, hanem sokkal inkább az igaz barátságról. Az évtizedes barátokról, akik megvalósították súlyosan beteg társuk legnagyobb álmát. Béreltek egy kis buszt, amit saját kezüleg mozgó intenzív osztályra alakítottak. Így vágtak neki Európának. Ennek a kihívásokkal teli útnak a megörökítésére pedig Dezső a Heti Naplót választotta. Kispesten járunk egy társasház földszinti lakásában. Ez egy albérlet. Dezsőnek azért kellett ide költöznie másfél évvel ezelőtt, mert korábbi lakása nem volt akadálymentes. Ez a szoba egyszerre a férfi nappalia, hálószobája és fürdőszobája is. Azért itt kezdem a történetet, hogy megmutassam, mennyit jelent egy otthonápolt betegnek, ha valamilyen módon kimozdulhat. Dezsőnek két opciója van, vagy a tévét nézi, vagy a falat bámulja. Kezeit, ujjait és bal lábát már egyáltalán nem tudja mozgatni. Nem tud egyedül inni és enni. Szólnia kell akkor is, ha valamelyik testrészét nyomja egy ruhadarab, és egyéb szükségleteinek elvégzésekor is segítségre szorul. Mindig
Sose láttad magadat lélegeztető? A történet itt a Kőröshegyi Völgyhídnál kezdődik. A képen pedig azt a Szalai Dezsőt látják, aki most lélegeztetőgéppel él. 2022. decemberét írunk. Dezső étterme a Völgyhíd konyha és rét ekkor már egy éve üzemel. A 48 éves férfi a napi munkája során egyszer csak arra lesz figyelmes, hogy jobb karja ügyetlenebb. Tárgyak esnek ki a kezéből. Először csak azt hiszi, hogy valami idegbecsípődésről lehet szó. Masszőrhöz megy, de a probléma nem szűnik meg. Majd a bal karján is jelentkeznek a tünetek. Dezső ekkor egy komoly kivizsgálásnak veti alá magát. Megijed, barátait egyből beavatja. A vizsgálatokkal párhuzamosan az internetet bújja. Ekkor találkozik először egy idegen betű szóval, OLS. A tüneteket olvasva úgy érzi, hogy neki ez a betegsége van. Elmeséli mindezt a barátainak, akik azt gondolják, Dezső csak túloz és ezt beképzeli. Végül befekszik a budapesti ritka betegségek intézetébe. Befogadok a rádban, hogy mászat az elvettem, hogy fájdom a szüvetek, és volt egy bizalat, ami hajlásom a hétről körülött, és a szemhéjemben szóltak ki, hogy most amikor megfogadom én, mert ez egy ilyen nagyon szimpatikus doktor volt, és már összeállt a 3 perc, és mondtam, de azért nem hívom rá tovább. És most jön a történetben a csavar. Egy halálos diagnózissal való szembesítéskor a legtöbben, érthetően teljesen kétségbe esnek, de vele mégsem ez történt. Hozom az ebédet, cserélem a kanyült. Ez a cső, amit most kivettem, ez lyukacsos, ez a beszélőcső, és amit beraktam, az teljesen zárt. Tehát ezzel tud enni, inni. Úgyhogy hozom az ebédet. Jó kis pöri tejfölösen. A tejfölét nem extra feltét, hanem elengedhetetlen hozzávaló. Abban segít, hogy a falatok könnyebben csúszanak le. Pici kanalak. Tehát egy pici kanállal kis adagok. Nem tudni miért, de Dezsőnél az átlagnál gyorsabb lefolyásol betegség. Egészen tavaly decemberig csak kerekesszékre volt szüksége. Az OTV reggeli műsorában is vendégül láttuk, ahol állapotáról mesélt. Hálsa neki meg a beszéd a nyeléssel, úgy, ahogy megbirkózom. Jó, picit adjak, jó, így. Január 1-én viszont összeomlott a légzése és keringése, mentő vitte kórházba. 20 percig élesztették újra. Pár perc hiány múlott, hogy az orvosok nem hagyták abba a mellkas kompressziót. Dezsőt sikerült visszahozni a klinikai halálból, de ezután örökre lélegeztetőgépre került. Azóta ez a bónusz idő. Azóta? Hát, bónusz idő. A korábban nagy dumájú Dezsőt mára nehezen érteni, tehát a nap nagy részében marad a szájról olvasás. Timi 024-es felügyeletére szorul. Ezt az egész betegséget most kiviseli jobban ő, vagy te, mint a párja? Szerintem ő. Hogyha őszinte leszek, akkor szerintem ő jobban viseli. Hát, hogy nekem azért így nagyon ő... Nagyon-nagyon nehéz. Szóval én még így nem jutottam el arra a szintre, hogy olyan pozitív legyek, mint amilyen pozitív ő. Nem is értem, hogy tud ennyire erős lenni. Ez a része azért ez számomra nem az, hogy felfoghatatlan, de egy kicsit mégis felfoghatatlan. Már a forgatás legelején megértettem, hogy mire gondol Timi. Dezső mellett ülve egyből úgy éreztem magam, mintha egy örkény egypercesbe cseppentem volna. Velem szemben egy halálos beteg férfi fekszik, aki mégis mosolyog, aki állandóan pozitív gondolkodásáról győz meg, és aki állandóan megnevettet engem. Sőt, kicsit dezsavőm is van. Novemberben az Egyesült Államokban én készítettem az utolsó televíziós interjút a legutolsó vastüdőben élő emberrel. A vastüdő a mai lélegeztetőgép elődje. Ha látták azt a filmet, tudják, hogy Paul Alexander is épp ugyanilyen személyiség volt. Ő februárban halt meg. Nekem most kicsit olyan, mintha az ő szellemisége Dezsőben élne tovább. És ez a pozitivitás nem valamiféle tagadás Dezső részéről. Ezt a pszichológusa is alátámasztotta.
Ő szimplán mindig így gondolkodott, és a Carpe Diem szerint élte az életét. Egy ilyen állapotban az ember miben leli meg a boldogságot? Dezső azt mondja, neki állandóan az jár a fejében, hogy mindig minden helyzetben lehetne rosszabb. A vállalkozásai közül is voltak, amelyek kudarcba fulladtak. Volt időszak, hogy drogfüggő volt, és azt meséli, fegyvert is fogtak már a homlokához. Szerinte hiába csak 50 éves, sokkal többet élt, mint egy átlagos ember, és tudja, hogy az állapota hamarosan ismét romlani fog, így ő jelenleg a mostnak ad hálát. Életfilozófiája a karján lévő tetoválás. Keresd meg benne azt, amit szeretsz. Ennek a mondatnak természetesen története is van. Voltam a családok közelhelynek, és én főztem, és Hát így. Bármennyire is furcsa, de Dezső az OLS-ben is megtalálta a szeretnivalót. Ezt a betegséget az ország dr. Karsai Dániel történetén keresztül ismerte meg. Dezső tiszteli és nagyra becsüli az alkotmányjogászt. Sajnálja, hogy elveszítette a Pest Strasbourgban. Nála viszont az eutanázia egyáltalán nem opció. Riporterként pontosan tudom, sérült embereknél gyakran előforduló jelenség, hogy lassan eltűnnek a barátok. Dezsőnél viszont ez egyáltalán nem így volt. Ezek a felvételek pár hete készültek, egy lakáskoncerten. Ezt is a barátai szervezték. De tudták, Dezsőnek az igazi vágya, hogy kijusson a foci EB-re, akármilyen állapotban is van. Hogy mit jelent neked a foci? Hát, én És ez miért beteges? Mi beteges benne? Hát, hogy a s***a benne, hogy a csukor. Szóval közé felvállaltuk egy s***a csapat? Hát, de imádom őket. Voltak olyanok, akik lebeszéltek titeket erről az útról? Persze, próbáltak. A helyszín a kispesti úszoda. Itt dolgozik Tóth András, Dezső legjobb barátja, a Stuttgarti út főszervezője. Andris azt meséli, Dezső olyan neki, mint egy báty. Számára egy percig nem volt kérdés, hogy meg kell szerveznie barátja nagy álmát, bármennyire is nehéz lesz. Egyébként a foci EB nem az utolsó pont a bakancslistán. Mindenhez úgy állnak hozzá, hogy amit csinálnak, az az utolsó előtti lépés. Ez az út, ez egy olyan út, minthogyha egy intenzív osztályról kihoznánk valakit, és átutaztatnánk a fél kontinensen. A szervezéskor több opció is felmerült. Szó volt arról, hogy mentőautóval vagy mentőhelikopterrel mennek, Dezső viszont mindkét opciót elvetette. Azt mondta, ő egy road tripre vágyik, nézelődni szeretne az ablakon keresztül. Látni akarja Európát. Egyikünk se egészségügyi alkalmazott, egyikünk se képzett ápoló, képzett orvos. Tehát a mi részünkről az, hogy életben tartjuk, az egy óriási kihívás. Így hát Andris megszervezte, hogy a baráti társaságot kiképezzék az alapvető intenzív osztályos ismeretekre a Semmelweis Egyetemen. Az orvosok mindenben támogatták őket, de a barátok vállán még így is nagy a lelki teher. Óriási kockázatokkal jár ez az út, és benne van a pakliban, nyilván sokkal jobban benne van a pakliban, mint amikor a családdal elmegyünk Balatonra nyaralni, az, hogy
erről az útról a Dezső már nem jön haza. De ő azt mondja, hogy akkor is nekivág ennek az útnak, hogyha ott bármi történik? Abszolút. És ezt a hozzáállást kell elfogadni mindennyiunknak. Tudni kell magunkban azt, hogy akkor is nekünk neki kell vágni a Dezsővel ennek az útnak, bármi történik. És nekünk utána, ha bármi történik, akkor nekünk utána haza kell jönnünk egyedül, és nekünk tovább kell élnünk az életünket. Multivitamin, magnézium, amlodipin, asztrovasztitin. Hát ezekkel a nehéz gondolatokkal kezdünk neki a bepakolásnak csütörtök este. Időközben befut Miki is, Dezső egyik közeli barátja. Ő nem utazik velünk, de szeretné kivenni a részét a készülődésből. Viszont ott sem, Dezső. Igen? Miki a kollégám, hangmérnökként dolgozik az ATV-ben. Ő mesélt nekem először Dezsőről a reklámszünetekben. Minden alkalommal hatalmas átéléssel beszélt a barátjáról. Sokat segített abban, hogy létrejöhessen ez a forgatás. Egy mozgássérültek számára kialakított kis busszal fogunk utazni holnap, ami olyan profi lesz, mint egy repülőgép. Minden műszerből 2 vagy 3 lesz velünk. Egy szereplőt még nem mutattam be önöknek név szerint, mégpedig Lújzát. Így hívjuk egymás között a lélegeztetőgépet. Lújzából is lesz 2, sőt jön velünk köhögtetőgép, párásító berendezés és rengeteg akkumulátor is. A pakolás közben egy kicsit félrehívom Dezső testvérét, Dávidot. Kíváncsi vagyok, ő hogyan éli meg most ezt az időszakot. Nem tudom feldolgozni, a mai napig nem tudom. Tehát ő nekem a testvérem, ő nekem Dezsi. Nem tudom feldolgozni ezt az állapotot. Azon vagyunk, hogy megkönnyítsük ezt az időszakot számára, és hogy minél többet legyünk vele. Megmondom őszintén, hogy a legfőbb kérdés az volt bennem, illetve feleségemben is, hogy ez apai ágon, vagy férfi ágon örökletes betegsége. Kisebb részben az, hogy engem érintette, de sokkal inkább az, hogy van 2 fiúgyermekem, Domonkos és Szalai Ádám, és hogy ők esetleg érintettek-e, úgyhogy hónapokig ezen stresszeltünk, amíg kijött az eredmény, hogy nem genetikai betegség a testvérem esetében. Én a Dezsőtől azt tanultam, hogy a rémület összerántja. Én elég sok mindent, meg elég hektikusak voltunk, de mindig tudtam, hogyha baj van, ott lesz. Nekem pedig mosolyog a szívem, hogy itt lehetek. Nagyon sok élményben volt részünk, és azt mondom, hogy ez egy állapot, amit egy alapállapotnak kell mondani. És ehhez képest élményeket szerez, és ez egy élményszerzés. Én azt mondom, hogy bátran kimerem jelenteni, hogy ő egy boldog ember. A Dezső számomra a testvérem elsősorban, de hát jelen esetben azt gondolom, hogy hónapok óta egy példakép, és köszönöm, hogy itt lehetek vele. Én pedig csak annyit mondanék, hogy keresd meg benne azt, amit szeretsz. Korán kelünk másnap reggel. Indulás előtt még beugrik gyorsan Dezső anyukája. Szeretne elköszönni kisfiától a hosszú út előtt. Megígérte a rokonoknak, hogy a nevükben is elbúcsúzik. 1, 2, 3. Az osztálytársam Pécsről, aki küldött neked pénzet. Mehetünk. 3. 2, 1. Ezután Dezsőt átemelik a kerekesszékbe. Ez 4 emberes munka. Olyan hihetetlen belegondolni, hogy fél éve szervezés után végül minden akadály elhárult. Mindenkiben ott van az izgalom és a feszültség, mégis ebből semmi nem látszik. A legnehezebb feladat nem is a kerekesszék mozgatása, hanem a lélegeztetőgép cipelése. Folyamatosan Dezső mellett kell sétálni, és figyelni kell arra, nehogy bármelyik oldalt kihúzódjon a cső. Stuttgart repülővel 1 óra 35 perc, autóval 9 óra. Nekünk ezzel a kis busszal 2 nap lesz. Az a terv ugyanis, hogy Dezső miatt óránként megállunk. De azzal senki nem számolt, hogy már az indulásnál problémába ütközünk. A lélegeztetőgép elkezd sípolni. Lújza hibát jelez. Én nem merek bemenni a kis buszba, nem akarom a többieket idegesíteni, de hallom, hogy mondják, Dezső feje egyre sápad, és a szemei is közelítenek a homlokához.
Kiderül, hogy a gép rosszul van összedugva. Ballonnal kell lélegeztetni Dezsőt. Ennek a technikáját is az orvosok tanították a tanfolyamon. Jó, most jó, ugye Dezső? A problémát végül pár perc után sikerül elhárítani. Rosszul volt összerakva az a cső, amivel utaztatunk, és ezért a kilégzés nem működött. Befelé ment a levegő, csak nem tudta kifújni a Dezsőt. Ezért csipogott? Ezért csipogott, és most összerakjuk. A nagy ijegység után végre elindulunk. A Pestről való kijutás meglehetősen nehézkes a sok kátyú és fekvőrendőr miatt. Dezső fejét végig fogni kell, hogy ne rázkodjon. Az autópályán kedvenc számait hallgatva már oldódik a hangulat. A kis csapat pedig olyan összeszokottan dolgozik a házilag fabrikált mozgó intenzív osztályon, mint egy műtőben az orvosok. Hajrá, amerikai kapitány! Az interneten is hírül adtuk, hogy elindultunk, majd Timi a nézőink kommentjeit olvassa fel, ezzel is bátorítva Dezsőt. Még az ATV híradója is beszámol utunkról. Elindult a foci EB-re az ALS betegséggel küzdő Szalai Dezső. És egy óra múlva megállunk az első tervezett pihenőnknél, majd irány tovább. A második óra után már Dezsőt is muszáj kiengedni a buszból. A benzinkútra gurul velünk az intenzív osztály fele. Dávid, szia! Ez hogy? Véletlenül belebotlunk Dezső egyik volt osztálytársába. Ő is nagyon szurkol, hogy minden rendben legyen. Dezső közben eltátogja, hogy kényelmetlen neki a kerekesszék. A srácok csavarhúzókkal próbálják elhárítani a problémát. Azért állunk, mert párásítanunk kell a lélegeztetőgépet, és a köhögtetőgépet is igénybe kell már vennünk. Irány Stuttgart. Izgalommal folytatjuk utunkat, Dezső útközben többször sört kér. Már az osztrák határ közelében járunk, amikor a kis buszba az egy napja beszerelt mobil kléma felmondja a szolgálatot. 40 fokos a hőség belül, mindenkiről folyik a víz, de ha Dezső kibírja, mi is. A következő megállón észreveszük, hogy Dezsőnek megdagadtak a lábai, de a sör ezen is segít. A kléma továbbra sem működik, de Ausztriában a hegyek között már jobb idő van. Ismét megállunk, szivárgás jelez ugyanis a lélegeztetőgép, telefonos segítségre van szükség, még jó, hogy hoztunk magunkkal egy tartaléklújzát. Megjöttünk! Megcsináltuk! Itt vagyunk végre. Este 9 óra, és megjöttünk. Az éjszakát Ausztriában töltjük, közel a német határhoz. Dezső szállodai szobáját egy szempillantás alatt kórteremmé alakítjuk. Hát, jó ét! Nem mondanám, hogy kipihenten ébredtünk másnap reggel, de muszáj ismét korán kelni, hogy estére megérkezzünk Stuttgartba. Dezsőt be a kerekesszékbe, majd Dávid a volánnál. A program ugyanaz, mint tegnap. Óránként szünet, köhögtetés, párásítás. Szerencsére ezen nap már semmi meglepetés nem tartogat a számunkra. Ma este érkezik meg Szalai Dezső Stuttgartba, a labdarúgó Európa-bajnokság helyszínére. Vigyázz, vigyázz, Timi, hogy lépjél föl! Zuhogó esőben érkezünk meg Stuttgartba szombat este. Szállodán közvetlenül a stadion mellett van. A forgatókönyv ma sem változott. Ismét fenekestül átrendezzük a szállodai szobát. Mindenhol dobozok és csövek sorakoznak. Dezső közben a tévében focit néz. Holnap viszont már a lelátóról láthatja a meccset. Ki fog holnap nyerni? Magyarok. És mennyire? 4-0. Bebasszad, Dani? Micsoda? Mint a b***a. Hát elérkezett a nagy nap. A piros pólós csodacsapat végre Stuttgartban sétál. Bízom benne, hogy otthon a képernyő előtt önök is annyira örülnek a sikernek, mint mi a helyszínen. Azért vannak a jó barátok, hogy a rég elvesztett álmot vissza... Igazából teljesen mindegy, hogy mi lesz a meccs eredménye. Mi azért vagyunk itt, hogy a testvérem, egy jó barátunk kívánságát teljesítsük, és igazából csak azt üzenem a magyar válogatottnak és a miszternek, hogy legalább annyit tegyen bele, mint amennyit mi tettünk ebbe az útba, és akkor nyerni fogunk. Az álmot meg nem álmodni,
egymást elhallgattatni. Úgy sem tudom. Ujjait közt a kor, úgy száll, mint szürke por, és a perc hordja el. Azért vannak a jó barátok, hogy a rég elvesztett álmot visszahozzák néked majd egy szép napon. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságot visszaidézzék egy fázós alkonyon. Bár is Stuttgartban most mindenki a magyar válogatottat ünnepli, ennek a meccsnek számomra az igazi nyertese Szalai Dezső és barátai, akik megvalósították azt, amire sokan azt mondták, hogy lehetetlen vállalkozás. A mozgó intenzív osztályunk lassan indul haza. A kétnapos úton lesz ideje kitalálni a Dezsőnek, hogy mi legyen a következő pont a bakancslistáján, hiszen ahogyan mondta neki, minden kívánsága az utolsó előtti. Hát én köszönöm, hogy részese lehettem ennek a nem mindennapi kalandnak. A heti naplóban Berecz Péter riportját látták. Hát ezért vannak a jó barátok, és hogyha szeretnék Dezső kezelését, illetve hogy mondjam, bakancslistáját támogatni, akkor van erre lehetőség. Felolvasom, de látják is itt a számlaszámot, de azért mondom, hogyha föl tudják írni, hogyha nem, akkor sincs gond, mert kint lesz a Facebookon, de hogyha föl tudják írni, akkor gyorsan írják. 117-18-000 kötőjel, 22-40-99-40, tehát ez az Összefogás Dezsőért alapítványnak a számlaszáma.